első látásra. A játék, amelyben mindenki párra lelhet, és aki ebben segít, Ámorföldi helytartója, Kósa L. Adolf. Jó estét, mindjártnak! Nagyon kedvesek! A műsorunkat ez idáig ért, amúgy, ha ez nem hangzik túl szerénytelenül, csekély számú kritika, kizárólag két témakörű csoportosult. Az egyik a ruhám, amint látják, ez a probléma időközben megoldódott, a másik pedig a túlzott méreteim, helyesbítek a túlzott magasságom. Na már most, hogy ez mennyire nem igaz, azt szeretném szemléltetni egy spontán helyzetgyakorlat kapcsán. Hadd választok ki gyorsan két kedves vendéget. Mondjuk ön, kedves uram, ha lenne kedves, és illetve még talán ön ott hátul. Köszönöm szépen, csak hogy lássuk, mi a helyzet. Álljanak ide mellém szorosan. Na hát kérem szépen, erről beszéltem, amit látszik, az átlagot sem vagyok képes felnőni, pedig szívesen tenném. Nem nagyon megy, nem is csoda, hiszen be kell valljam, a magyar férfi kosárlabda válogatott két valóban oszlopos tagja áll mellettem, hölgyeim és uraim, Sipu Ernő és Orosz Laci. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy segítettetek szemlélni. Foglaljatok helyet, érezzétek jól magatokat. Lehet, hogy még játszanának is, csak hogy itt van mindegyik esetben a feleség és a gyűrűk a kézen. De ők is kíváncsian várják minden bizonnyal a hölgyeket, akik már érkeznek is. Íme ők. Noémi az első közülük. Ki mit szeret, szép az annak, ez a jelmondata. Gabriella, a Skorpió nem csak csípni tud, és Tünde is itt van, egy mosolygós bandával kintben még a vízből állítja. Hölgyek, íme ők, és a fiú, Áponya, kerékpárosan szép az élet, aztán János nyugaton a helyzet változatlan, és Sándor, egyszer élünk, húzzunk bele! Leestek azok az állak, húzzunk bele, való igaz, Sándor. Noémivel kezdünk, ő egy könyvkiadónál szerkesztőségi munkatárs, aki nagyon aktív életet él. Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? Musical színész. Uh-huh. És van esetleg valami szerep, álomszerep? Nem volt mindegyik musical szerep. Bármit szívesen eljátszottál volna? Utazás és olvasás, ez a hobbi, ebben az a jó, hogy egyszerre is lehet. Nem utazás közben olvasni, csak akkor kevés idő marad a partnerre. Meg lehet oldani. Meg lehet. És ki a kedvenc író? Saint-Exupéry. Tehát a kis herceg például, szívedhez nőtt. Ki mit szeret, szép, az annak akár ebből is lehetne idézet. Ha, neked mi a szép? Mit szeretsz magyarul? Az életet, az embereket, és elfogadom, amit más szeret. Még szép, hogy? Gabi, pénzügyi előadó, könyvelő, aki vajon szeret-e sokat beszélni? Igen, sajnos nagyon sokat. Így szükség lesz rá, hidd el, a humor? Az nagyon fontos. Ez érdekes, mert könyvelő vagy, és a szakmád az majdnem, hogy halálkomoly, pláne annak, akinek könyvel. Pontosan ezért kell a humor. Érthető. A Skorpió nem csak csípni tud, és te lennél bizony az a Skorpió. Igen, igen. Mit tudsz még? Hát, azt tapasztalni kell. Tapasztalják meg az urat, javaslom. És Tünde, ő bolti előadó, egy szerény hölgy, aki szereti a nagy társaságot. Akkor most igen, jól érezheted magad. Igen. Milliók társaságában jelen esetben. Mi a kedvenc tantárgya, vagy mi volt a kedvenc tantárgya? Matematika. A matematika? Igen. De még véletlenül sem lehet ráfogni azt, hogy nem oszt, nem szoroz. Ugye bár? Jó. Egy mosolygós barnával kint lennék a vízből, tehát most nyakig ülsz benne? Igen, remélem lesz itt, aki kihúz a vízből. Lesz, garantálom neked. Például legyen az Áfonya. Ő egy finom lelki úriember, mi a legkedvesebb művészeti ágazata, irányzata? Independent. Independent, a független irányzat. Nos, zene és a tánc, a hobbi, ismerkedés emberekkel, városokkal, és azt mondja, kerékpárosan szép az élet. Kettesben, a bringával, vagy pedig egy tandemre kell, hogy gondoljunk inkább. Szeretném már beszerezni azt a tandemet. Van kerékpár ötlete. János, ő ENSZ katona. Mondd, kerültél már meleg helyzetbe ennek kapcsán? Még nem, de remélem, mindig hamarabb kikerülök. Én meg azt remélem, hogy egyre kevésbé lesz ennek esélye. Tehát egy ENSZ katona nem kerül meleg helyzetekbe általában. Mindannyiunknak jobb lesz, hogy hobbi, veszélyek, kihívások, kalandok. Az utóbbiakban itt is lesz, vagy lehet még részed. Nyugaton a helyzet változatlan, a jelmondatod, ott szolgálsz netán? Még nem. De ezek szerint de ez akkor? Minél hamar is szeretnék. A fizetés akkor majd kemény valutában, fontos dolog, nem mellékes. Sándor, az utolsó, aki fiatal kora ellenére már majdnem bölcs. Félig bölcs csak, mert hogy? Csak az egyik bölcsesség fogom nő. De a másik is úton van. Szereti, ha sokan veszik körül, azt hiszem csatlakozol valakihez, aki már az előbb nagyon szólt. Jó. Itt most akkor neked nagyon jó, elég sokan vesznek körül. Foci, utazás, lányok a hobbi, és egyszer élünk, húzzunk bele a jelmondat, szóval nem hiszel a reinkarnációban. Abszolút nem. Nem lesz több esélyünk, ezt kell csak megragadni. Most. Jó, ragadjuk meg az alkalmat, és menjünk a kérdésekre. Az első, vadonatúj kedvesed bemutatod legjobb barátodnak, illetve barátodnak, barátnődnek, ők egy nap múlva össze is jönnek. Mit teszel? Semmit, ennek így kellett lennie, ez az egyes.
jól beolvasok, és ott leszek, illetve ott teszek neki keresztbe a jövőben, ahol csak lehet. Ez a kettes, és a harmadik, az utolsó. Megpróbálom visszacsábítani őt. Barátod, kedves évek, elviszi, semmit, beolvasok, visszacsábítom. Ez a három válasz lehetőség. Melyiket a háromból? Köszönöm szépen. Azt mondja, kérem szépen, Tünde, ez jó, hogy jól beolvasnék, és ott tesz neki keresztbe a jövőben, ahol csak lehet. Hogy hívják a legjobb barátnődet, Tünde? Rita. Ritának? Igen. Tündi, attól tartok, bajban. Lehetek én a nagy? Lehet, persze. Beleszerettem Ritába. Nem tudok meglenni nélküle. Imádom, ahogy mozog, ahogy beszél. Képtelen lennék elképzelni a létem innentől az ő hiányában. Hát, pedig én téged szerettelek. Ez a beolvasás? Ez jól van, hogy nem mondom. Lehet, hogy használható is. Nem lennél könyörtelenebb? Dehogy nem. Na! Hát miért tettél ilyen? Hát tudtad, hogy szeretlek. Hát... Alakul, de azért meg lehetne durvább is. Köszönöm. Illetve itt van Sándor, aki megpróbálná visszacsábítani őt. A megelőzés nem lenne célra vezetőbb? Szerintem nem. A lány nem véletlenül váltott. A barátod okosabb, erősebb, gazdagabb, nem tudom, mi a fontos ilyen esetben. Hát csak a szerelem. Feltétlenül? Persze. De akkor egy kis megingás volt csak. És hogyan csábít? Milyen módszerekkel csábítanád vissza őt? Hát szívem, néz rám. Tehát mondanál neki valami kedveset. Jó. A második kérdés, hogy folytassuk gyorsan. Ha észreveszed, hogy a taxi órán gyanúsan gyorsan emelkedik az összeg, mit teszel? Azonnal megállítom a kocsit, engem nem vernek át. Talán még pár keresetlen szót a taxishoz is intézek, ez az egyes. A kettes, semmit, mit tudhatom én, mikor emelkedtek utoljára a tarifák, és a hármas, az utolsó, elárulom neki, hogy magam is taxisofőr vagyok, még ha nincs is így, és jó lenne, ha elárulná, hol vette ezt a kiváló órát, ha már egészen összebarátkoztunk, biztosan nem kell kifizetnem a manipulált számlát. Taxi, gyorsan forog, engem nem vernek át, mit tudhatom én, illetve összebarátkozunk. Tessék választani ezek közül, hogy egyéb választási lehetőség jelen esetben nincsen. No hát, Noémi az, aki megállítja az autót azonnal. Őt nem verik át, pár keresetlen szót intéz a taxishoz. Hát kérem szépen, ide jövök mellé, jó? Nem, bocsánat, nem jó, de lehetnénk Angliában is. Hát akkor vezetek mellette, de nem így. Nos hát, kérem szépen, tedd szóba, hogy nagy a számla. Hát már elég sok az összeg. Jó lesz nekem itt, azt hiszem. Kérem, mi az a potom 1200 forint, ha már közben jöttünk három sarka? Hát összesen 1000 forintom van. Ez így nem lesz jó, mert ha kénytelen leszek hívni a kollégákat, és ők segítenek kiverni ebből a maradékot. Elvihetne azért. Én elviszem szívesen, de akkor valamilyen ellenszolgáltatásra szeretnék számítani a pénzen túl, hiszen azt nem remélhetem. Mi légyen az? Belemennél egy ilyen alkuba? Hát nem tudom. Nem tudom, jó? Illetve Áfonya semmit nem tenné ilyen esetben, mit tudhatja ő, mikor emelkedtek utoljára a tarifák, és mondjuk az sem tűnik fel, hogy ez az illető ott melletted, teszem azt fél percenként megigazítja az ülését, mert hogy ott van a ketyere. Hát szerintem régen fürdött, és azért mozog. Azt mondom. És hogyha közben elvisz egy könnyed városnézésre, Pesten átmentek három hídon közben. Megmondom, hogy mit nem láttam még, és oda vigyem. Az utolsó kérdés. Kedvesedről kiderül, hogy nem üzleti útra tűnik el hetente, illetve hetekre, ahogy ő állítja, hanem a börtönbe kell visszamennie a kimenője után. Mit teszel? Attól függ, hogyan derül ki, ha ő maga vallja, be nem változtatok semmin. Ez az egyes. A hazugság az hazugság, szakítok, ez a kettes. Illetve a szabadulásig felfüggesztem a kapcsolatot, ez a hármas. Börtön, attól függ, hogy derül ki, szakítok, mert hazudott, illetve felfüggesztem a kapcsolatot. Mi az, ami tetszik? Nektek, ezek közül, Gabikám. A hazugság az hazugság, szakít, de ő... Punktum, szóval mese nincs. A legfontosabb a bizalom és az őszinteség. És ezt ő eljátszotta. Igen, de ő határozottan állítja, hogy ártatlan. Sőt, ennek igazolására előkapar egy a felújítását folyamatba helyező okmányt.
Hát esetleg akkor megbeszélhetjük azt, hogy felfüggesztjük addig, amíg megnyeri a tárgyalást. Hát felfüggeszt, csak úgy, mint János, aki felfüggeszti a szabadulásig tehát a kapcsolatot, milyen jó lenne, hogyha magát a büntetést végrehajtást függesztenék fel addig. Utána folytatnánk a kapcsolatot, megpróbálnám vele. Mitől lesz más ez a szituáció? Hát szerintem semmitől. De onnantól tényleg szabad a csók majd. Hát nem szabad volt az addig is. Holtsuk le a lámpákat is, tényleg szabad a csók. Jó. Köszönöm nektek. Na, jól éreztem magam, de még nincs vége, mert hogy most a választás következik, a hölgyek elsősoron azok, akik eldöntik ki az, aki tetszik nekik a szemköztiek közül. Három úriember, rajtuk pásztázik a lámpa. Áfonya, János és Sándor balról jobbra, 1, 2, 3, ami jelöli őket, mint szám. Kérem, választhatok. Jó, a lányok tudják, hogy mit szeretnének, kit szeretnének közületek, vajon ti is tudjátok ezt az ő esetükben. A gondolkodási idő itt is letelt. Önök se gondolkozzanak sokat, nem sokára jövünk vissza, legyen türelmük kivárni. Szerelem első látásra. A játék, amelyben mindenki párra lelhet. Ha fiatal, ha független, ha szeret ismerkedni, ha szeret nyerni, ha szeret utazni, és persze, ha jelentkezik. Fényképes bemutatkozó leveleket az 1438 Budapest Postafiók 481-es címre várjuk. Szerelem első látásra! Hamarosan kiderül, hogy vajon ma este kiket talált el Ámor Gyula. Sándor borzasztóan kíváncsi, szerintem a többiek nem különben. Vajon összejött-e valami, a hölgyek szemében is egyfajta furcsa csillogást vélek felfedezni. Minden ok megvan az izgalomra. Kezdjük Noémivel a sort. Az ő választására vagyunk elsősoron kíváncsiak. Ki az, aki neki tetszik? János, szerelme tárgya miért? Hát bár az Áfonyát szeretem, és a reinkarnációban nem hiszek, mégis inkább őt választanám. János, te jössz! A Kupidó segít, meglátjuk, itt választottál. Tünde az! Téged is szívesen meghallgatunk. Hát nem tudom, mert nekem tökéletesen megfelel, szinte az ideálom. Szinte az ideálod? Vajon neki ki az ideálja, avagy ide ülje? Nézzük hát! Mégiscsak ideál, mert hogy melléd nem soká ideál, de azért meghallgatjuk még persze Tündét is. Hát, ez egy nagyon jó szakmája van, ez egy férfias, ez szuper. Kap, nagyon jó, sokkal távol tőled, de te tudod, rendben. Áfonya, rajtad a világszeme. Ó, Tünde az. Közönségünk nagyon örül neki. Te is, ő is, de azért valamennyivel kevésbé mégiscsak, mert hogy ő már elkelt. Semmi gond. Akkor is azt gondolom róla, amit az előtt. Amit most hallanánk. Hát, hasonlít a kedvenc színésznőmhöz, Disney hófehérkéjéhez. Gabi kedves, hadd jöjjünk tisztába a te döntéseddel. Sándor, nem hiába várta ezt a pillanatot. Valaki őt választotta, Gabi az miért? A humor, azt hiszem. A válaszai meg, nem tudom, a humor. És te vagy az, aki kedveled a humor? Igen, én nagyon. Sándor, mennyire van jó humoránál? Nagyon! Egy jó humorú fiú, aki most halált komoly dolgokról beszél nekünk, a választása okáról. Hát tetszik, nagyon tetszik, és szeretnék vele megismerkedni. Amennyire csak lehet. Amennyire csak lehet, ez csak rajtatok áll. Vagy Buki, Gabi, illetve Sándor, tessék szíves megismerkedni most direkt jelleggel, illetve János, valamint Tünde úgy szintén. Helyezkedjünk el szépen körben. Hát nyugodtan öleljétek ám át egymást, hogyha jól esik. Jól esik? Tünde, ez kellemes érzés. Milyen érzés rajta pihentetni a kezed a csípőjén? Nekem nagyon jó. Megfelel, tökéletes. Rendben. És ti mennyire vagytok megelégedve a választásokkal egyelőre? Én teljesen. Remélem,
ez alapvetően a későbbiek során sem változik. De itt mások múlik rajtatok. A Kaszkád étterembe mentek el vacsorázni, ahol is az étel különlegességeket kitűnően kiegészítik a csodás hazai és külföldi borok. Egyetek, igyatok, lakjatok jól, és ismerjétek meg egymást! Búcsúzzunk egyelőre, parancsoljatok! Jönnek még vissza, ezt garantálom. Ti viszont most mentek el. Áfonya, köszönet, illetve Noémi. Öröm volt látni benneteket, jó volt játszani veletek egy-egy CD romantikus dalokkal. És a taps nektek nem utolsó sorban. Mi pedig folytassuk egy olyan párral, akiket már megismerhetünk korábban. Lássuk, mi lett velük azóta. Nagyon szeretem a katonákat, és úgy érzem, hogy egy határozott egyéniség. Egy katonás fickó, való igaz? Hát megkérem most, majd tisztelettel a katonáson. Mutassa meg, hogy kit választott, legalábbis Cupidó segedelmével. Íme! Katonás, rövid, frappáns választ szeretnék a kérdésemre. Miért? Gyönyörű szeme van. Hát még. Ennyire nem kell rövidnek lenned. Egyébként három gyönyörű lány közül kellett választani, de most már úgy érzem, jó választottak. Hát nem könyvfakasztó pillanatok ezek, tessenek szíves megmondani. Érzékenyüljünk el még egyszer. Ismét láthatjuk őket, mert hogy már jönnek is Helén és Norbert. Hallaló! Találjuk meg egymást és a helyünket. Helyezkedjünk el kényelmesen ezen a kis karikán itt. Szerintem így jobban mutatunk. Hogy éreztétek magatokat az este? Nagyon jó. És egymást? Egymást is jó. Rendben van. Ezek szerint nem baj, hogyha ilyesmiről kérdezek benneteket, mert hogyha ez baj, akkor nem teszem, nyilvánvalóan. Ha viszont nem az, akkor a részletekre is kíváncsi vagyok. Ez itt a reklám helye. Akkor egy kis kitérő után folytatjuk, rendítsek. És akkor majd a fődíjjáték következik, feltétlenül várják meg, hogyha egyet tanácsolhatnék. Parancsoljatok! Szerelem első látásra folytatódik a TV2-n a reklám után. Supradin multivitamin. Vitaminok és ásványi anyagok a jó közérzetért és a kiegyensúlyozottságért. Napi egy Supradin, és makk egészséges lehet. Elegem van, vízkőellen ezek a csodaszerek szinte semmit sem érnek. Használja a Cillit WC tisztítót. Hatékony összetételével villámgyorsan eltünteti a vízkő és rozsdafoltokat. Ragyog a WC. Cillit WC tisztító. A megoldás vízkő ellen. A legtöbb toalettpapír túlságosan érdes. Az új Ceva puha. Sokkal puhább, mégsem kerül sokkal többe. Lágy és erős, így valóban megéri az árát. Ceva, a különbség tapintható. Szedhet A, B, C vitamint, kalciumot, magnéziumot, egyéb vitaminokat és ásványi anyagokat. Vagy szedheti a Centrumot. Egy teljes értékű és jól kiegyensúlyozott tablettát, 30 fontos vitaminnal és ásványi anyaggal, amely segít megőrizni egészségét, akár egy láthatatlan védőburok. 30 fontos vitamin és ásványi anyag naponta egyetlen tablettában. Teljes értékű tabletta jó egészség. Centrum Junior teljes értékű tabletta gyermekeknek. Ha úgy érzi, hogy a náthától már teljesen befagyott az orra. Csak egy elsőprő erejű biztos megoldás segíthet. Az Otrivin orrcsepp. Az Otrivin gyorsan véget vet a náthás ordulásnak, és 8 órán át szabadon tartja a légutakat. Otrivin orrcsepp. Az elsőprő megoldás. A kockázatok és mellékhatások tekintetében olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Danone Fjord egyedülálló ízének köszönhetően rejtélyes dolgok történnek. Olyan friss és lágy, hogy még a rénszarvasok is darra fakadnak tőle a skandináv erdők mélyén. Danone Fjord. És önnel mi lesz? Új fény az új Organixtól. A továbbfejlesztett összetételű Organix sampon egyedi, természetes hatóanyagai a hajgyökereken keresztül a hajszálakba épülnek. Ettől lesz a haj ilyen csodálatos fényű, már az első hajmosás után is. Új összetételű Organix. Még fényesebb, egészséges haj már a hajgyökerektől. Clairol. Valósítsd meg önmagad. Új Herbal Essences samponok és hajkondicionálók. Ó,
páratlan összetétel, hogy élvezd a pillanatot. Olyan sampont szeretnék, amilyet ő használ. Engedj a természet csábításának. Clairol, valósítsd meg önmagad. Gyermekkorban mi sem természetesebb az egészségnél. A felnőtt aztán megtanulja értékelni. Az évek múlásával pedig már mindennél többre becsülni az egészséget. Én csak tudom, hiszen megettem már a kefírem javát. Naponta egy Danon kefír, és ön is tett valamit az egészségéért. Exclamation. Helyetted beszél. Exclamation! Ezért jó, ha magad helyett őt küldöd Valentin napon szíved választottjához. Valentin nap, szavak nélkül. Exclamation! A nap, a Nestlé Complex erőt ad. Csak vitamina vasabb, finoman táplál. Ilyen jót még nem robogtattál. Csupa egészség, tápláló Nestlé Complex. Csupa egészség, a Nestlé Complex. Csupa egészség. Télen? Így kerek a világ. A McDonald'sban pedig így. Extra sajtburger bacon menü, ahogy azt már enni szoktuk. Ami újdonság, a sajtburger bacon és az extra sajtburger bacon is szezámmagos zsemlében. Élvezze több héten át a tél jól ismert McDonald's ízeit. Január 26-ától sajtburger bacon és extra sajtburger bacon a McDonald'sban. Menüváltozatban is. McDonald's, a Nagánói téli olimpia hivatalos támogatója. Az űrben elnémul a halálos sikoly. Alien 4. Feltámad a halál a mozikban. Ready baby's gonna find out today the world's got a different taste. Ax Atlantis, csak férfiaknak. Julia. Kriszti. Nem. Anya. Atrix hidratáló krém aloe verával, és keze fiatalos lesz. Csillogó, élettel teli haj. Mindenki erről álmodik. Én megtaláltam a samponomat. L'Oréal Elszev Multivitamin. Imádom az Elszevet. Számomra ez a legjobb sampon a világon. Új Elszev Multivitamin. L'Oréal Párizs. L'Oréal, ön is megérdemli. Miért uralkodjanak el rajtad a szürke hétköznapok? Engedd, hogy az Oriflame színt vigyen az életedbe. Tedd színesebbé napjaid a Color Performance dekorkozmetikai sorozattal. Color Performance. Színezd ki az életed. További információért fordulj bizalommal Oriflame disztribútorodhoz, vagy hívd a 0680 333 334-es ingyenes zöld számot. Every moment, Pret-a-porter. Az illat, amely felöltöztet. Remember sweet girl in my imagination. Eau de toilette, Pret-a-porter. Az illat, amely felöltöztet. Abban a pillanatban, amikor ön a Pannon GSM előfizetője lesz, bekapcsolódik a világ egyik legjobb hálózatának megválasztott kommunikációs rendszerébe, és így az ország egész területén, sőt partnereinken keresztül, 4 kontinensen zavartalanul használhatja a mobiltelefonját. Mégis miért különleges ez a pillanat? Mert a Pannon GSM-nél önnel olyan szakemberek törődnek, akik tudják, a legjobb szolgáltatásnak az emberi hang a titka. Vitalisszal a nap csak jól kezdődhet. Ez az íz igazi élvezet. Vitalis műzlik a Dr. Ötkertől. A minőség a legjobb recept. Ne feledje, a cukormentes Orbit igazán jó ízű, és segít megelőzni a fogszúvasodást, mert helyreállítja a száj pH értékét. A szerelem első látásra most folytatódik a TV2-n. Szerelem első látásra. És most majd azok célozhatnak, akiket Amor Nyila már eltalált. Norbi azt nyilatkozta magáról kicsit korábban, az első alkalommal, amikor találkoztatok, hogy róla mintázták a szerénység szobrát. Igaz ez? Igaz. Nem vitte azért túlzásba, remélem. Hát, túlzásba nem, de azért
igaz. Azért, amennyire szerénynek kell lennie, ő annyira szerény, most próbálj egy kicsit kevéssé szerénykedni, legyél kőkemény, és nyerd meg a fődíjat ennek a lánynak, szerintem örülne neki, egy utazás várhat rátok, de addig még egy-két dolog hátra van. Helén, milyen szép név, nem igaz? Vajon ő hogyan viszonyul a saját nevéhez? Szereti, mert különleges, egyedi. Legszívesebben megváltoztatná, vagy megszokta és nem gondolkodik rajta. Hallgatunk. Szereti. Szereti. Szereti a nevét, mert különleges. Van másik keresztnev, adikó neved? Nincsen. Ilyen név mellé nem is szükséged, tehát hidd el nekem. Nem tudom, hogy sétáltatok-e egymással az elmúlt estén, mert hogyha igen, akkor tudod. Hogyan szeret sétálni általában a párjával? Kéz a kézben, mindössze, idézőjelben, vagy pedig szorosan egymáshoz simulva, átölelve a derekát, esetleg a vállára támaszkodva, vagy a legjobb úgy, ha ő az utca egyik, a hölgy pedig az utca másik felén sétál, lehető legjobb esetben más irányba. Nos? Kézen fogva mondod, te, hogy a legjobb? Jó érzés megfogni a kezét. Gyakoroltátok is. Hát akkor így könnyű. Hogyan szól bele Helén a telefonba? Tegnap személyesen voltatok együtt, úgyhogy lehet, hogy ezt nem tudod. Mondjuk azt mondja, halló, azt mondja, tessék, azt mondja, igen, azt mondja, ki az, vagy azt mondja, Holcman lakás. Nos? Holcman lakás. Holcman lakás. Tényleg ezt mondod? Tud mindent felhívtad, mert nem is onnan tudod, hogy pedig... Nem. Csak megérzés. Igen. Ráhibáztál. Vesz-e Norbi mozijegyet jegyüzértől? Vajon vesz-e? Igen, vesz. Rendszeresen, mert hogy ő is megdolgozott a pénzért, elvből nem vesz, soha nem tenne ilyet, vagy pedig még sosem találkozott jegyüzérrel, legalábbis a mozi előtt. Igen? Nem vesz. Nem vesz, még az elvből valószínűleg. Ez két külön válasz volt. Most mit tegyek? Hát, ha nem találkoztam, mert nem is tudok venni. Hát ez tényleg így van, de attól tartok, nem tudsz megfőzni jelen esetben, ha nem haragszol. Ezt nem fogadom a helyes válaszként. Három egybecsengő már így is van, és még vannak kérdéseink is. Mennyi az a pénz, amiért Helén lehajolna a pocsolyába? 1 forint, mert hogy az is szerencsét hozhat, 5 forint, hiszen sok kicsi sokra megy, vagy mondjuk legalább 10 forint, mert ez egy jó óra bér, hiszen 2 másodperc 10 forint, az 1 órára 18 ezer forint, ennél többet nem igen keresnek. Elkészült a válaszod, ugye? Persze. Bízok benne, szerencsés, 1 forint is elég neki. 1 forint is elég neki. 1 forint, mi meg több, szerencsés lányok, hidd el, egy ilyen fickóval áldott meg a jó sorsod. Szereti-e Norbi a ruszlit? Mit gondolsz, mi lesz a válasza? 3 választási lehetőség az, ami felmerül. Igen, nem, avagy azt írja oda, hogy mi az? Szereti. Szereti. Szereti a ruszlit. Mi is a ruszlit? Lecetes hal. Hát tudsz mindent. Valamikor a játék első részében még nem voltál tökéletesen tisztában a fogalommal, ezt tudni kell. Nem így van? Lehet. Azóta viszont kitapasztaltátok, lehet, hogy a vacsi kapcsán ott nem adnak ruszlit. Nem baj, itt megadatik a lehetőség nektek, hogy 6-ból 5 helyes válaszgyanánt 5 lövésetek legyen a fődíjtáblára egy utazás érdekében. Ez az az út, amiről beszéltem. Ez Párizs! Mese nincs! Avagy Párizs, de igazából zsönőkompompá, úgyhogy tessék parancsolni. Egy szemüveg, azt teszi fel, aki gondolja, aranyosak vagytok, ahogy segítetek egymáson, továbbra is lehet, hiszen Norbert nem lát semmit, Helén viszont mindent, ő meg nem tud lőni. Menjünk! 30 másodperc, 5 lövés, az óra most indul el. Most. Az megvan. Köszönöm. 6-os. Ha fő a fejetek, hogy mit kezdjetek a frizurátokkal, ez a hajszárító jól fog jönni, mert ennek fő a fejetek! Ez tény, fő a fejetek! Folytassuk át! Jó. Ott nincs semmi, sajn a bajnak. 4-es, 5-ös merre? Vonalakat kerüljétek, középső mezőt, a 13-as szám. Szerencsét hozom! Gyertek, legyetek kedvesek! Nem bírnak elszakadni egymástól, és a siker színhelyétől. Ez jó leső érzéssel tölt el. Lehet, hogy nagyon-nagyon jól mutattok, és nagyon aranyosan viselkedtetek, és nagyon tetszik az egész.
Mindennel nagyon meg vagyok elégedve. Hát ti? Nagyon. Akkor jó munkát végeztünk, ennek örülök. Bár lehet, hogy a te esetedben mondjuk, Helén, méltányosabb lett volna Olaszország, hiszen olasz szakos vagy. A jelmondatod is az volt, Dolce Vita, édes élet. Így is meg lesz vajon? Persze, mi határozott egyéniségek vagyunk, és elmondtuk, hogy mi Párizsba megyünk mindenféleképpen. Igen? Össze is jött, gratulálok hozzá, ez a lényeg. Határozottan állíthatom. Nem sokára megint találkozunk, persze csak, ha önök is így gondolják, remélem így van, szombaton és vasárnap este 7:30-tól itt a TV2-n. Csak egyes egyedül egy dolog számít, ez pedig a... első látásra. Köszönöm, nem sokára, akkor fussunk össze ismét. Addig is szeressek azonban egy bárcsit.